A Szaturnusz és a Hold együtt emelkedését szabad szemmel is figyelemmel kísérhetjük az égbolton szerdán este 10 óra után. A fogyásnak indult Hold 22 óra 22 perckor kezd majd a keleti látóhatár fölé emelkedni. A Szaturnusz alig egy Hold korongnyira látszik majd a 84%-os éppen felkelő Hold felett. A Hold az most fogyóban van, tehát tulajdonképpen, ha így ránézünk, akkor olyan C betűhöz hasonlít az alakja, tehát a jobb oldala sötétebb, a bal oldala meg világos, és az a szerencsénk van, hogy a sötétebbik része közelében fog látszani a Szaturnusz. Tehát ugye, ha a világos része mellett látszana, akkor nehezebb lenne észrevenni, de így a sötét része mellett ott egy ilyen feltűnően fényes égítést fog látszani. Nagy Rezső hozzátette, a Szaturnusz a második legfényesebb bolygó, enyhén sárgás színű, de ez nem biztos, hogy fel fog tűnni. A Szaturnusz a Hold közelsége ellenére szabad szemmel is látható lesz. Később 23 óra 20 perc körül a két égitest 10 fokkal kerül a látóhatár fölé. Ekkor már messzebb, 43 ívpercre kerül a Szaturnusz a Holdtól, és ezért szabad szemmel is biztosan láthatóvá válik a Holdtól jobbra fölfelé járó gázbolygó. Hogy ennyire közel kerüljön, egy foknál kisebb távolságra lesznek ezek egymástól, ez tényleg elég ritka. A legközelebb egymáshoz a számítások szerint, mi óránk járása szerint 23 óra 20 perckor lesznek, de utána is még órákon keresztül lehet látni őket. Mennek szépen dél felé, aztán nyugat felé, egyre távolabb kerülnek egymástól, de még mindig feltűnően közel lesznek. A csillagászati szakvezető azt is elmondta, hogy ennyire közel kerüljön egymáshoz a Szaturnusz és a Hold, néhány évet várni kell majd. Ezért is érdemes a különleges égi jelenséget most szemügyre venni.